Egykor kis nemesek lakták a falut, erre, illetve a Bőd személynévre utal a település neve, Nemesbőd. Ez is kiderül a Rákóczi utcai buszmegállóban berendezett kiállítás anyagából. Ahogy az is, hogy 1650-ben épült a falu kora barokk román stílusú temploma, vagy hogy 1979-ben a Képes Újság portrét jelentetett meg Ádám József, nemesbődi születésű orgonakészítő mesterről. Láthatók falusi utcaképek és egy régi bulvárhírt is olvashatnak a buszra várakozók. 1970-ben Sinkovics Imre autója Nemesbőd közelében kapott defektet. A kocsi az árokban landolt, a színész könnyebben megsérült, a szombathelyi kórházba vitték. A kiállítás egy sorozat első része. A történetből szeretnénk minél többet megjeleníteni, hiszen sok lakó esetleg még nem is ismeri annyira a falu történetét, nagyon sok érdekességet találtam eddig is a kutatómunkák folyamán, ebbe bevonjuk majd a levéltárat, valamint a könyvtárat, valamint a falu közönségét is, hiszen itt szoktak a legnagyobb kincsek rejtőzni egy falu történetével kapcsolatban, és ezt követően egyébként még terve vannak, hogy különböző művészeti kiállítások. A Kultúra Napja megmutatja, mennyi érték vesz minket körül, fogalmazott Éles Krisztina, a Művelődési Intézet vasi igazgatója a megnyitón. Tavaly évvége óta 134 településen dolgoznak közművelődési asszisztensek, akik kreatív ötleteket valósítottak meg erre az alkalomra is. Van, ahol a település honlapján és Facebook oldalán tesznek közzé kultúrával kapcsolatos videó összeállításokat, előadásokat, máshol a közösségi házak ajtajait, ablakait használják installációként, vagy épp helyi újságot jelentetnek meg. Ezek mind olyan programok, amik előremutatók, amik fenntarthatók. Amikor nyílik a világ, akkor csak nincs más dolguk majd, mint behívni a most megszólított közösségeket a közösségi szintérbe és folytatni, amit elkezdtek. Nemesbődön tavaly új lendületet vett a közösségi élet, aktív tagsággal létrejött egy új civil egyesület. Családok fogadták örökbe és gondozzák az út szélén álló kőkereszteket, részt vesznek a falu csinosításában, programok szervezésében, a pandémia ellenére is. 2020 év elején egy új civil közösségünk jött létre, a Nemesbődért Egyesület. További három egyesület működik még a faluba. Hát most a helyzetet, a pandémiás helyzetet félretesszük, akkor nagyon aktívak, nagyon segítőkészek, és igazából azt lehet mondani, hogy van közösségi élet, van kulturális élet már a faluban. Minden hónapban új kiállításnak ad helyet a buszmegálló. Márciusban online rajzversenyt hirdetnek gyerekeknek, és felmérik, milyen közművelődési igényei vannak az itt lakóknak.